menni, ha nekem is feladja a feladatot, hogy mit csináljak ő vele. Úgyhogy lehet, hogy ez orosz. Nem tudom már tovább. Szinte hihetetlen, hogy a tolnai rorluca mennyire könnyedén teljesíti a látszólag emberfeletti hajlékonyságot igénylő gyakorlatokat. Az egészen fiatal sportoló különleges tehetségét néhány napja Balatonfüreden a Látványtánc Európa bajnokságon is bizonyította, ahol a negyedik helyezést szerezte meg. Nagyon pozitív a személyisége, és hogy egy rettentő gyönyörű kislány. És ugye nálunk általában ebben a sportban úgy áll össze, hogy 50% a külső, amiben ugye azért beletartozik az arc, az alak és a színpadi kisugárzás, és a másik 50% a tehetség. Hát Luca már alapból ugye 50%-kal indul, mert gyönyörű az alakja, az arca és eszméletlen a színpadi kisugárzása, tehát olyan bája van, amikor felmegy, hogy egyszerűen nem lehet nem nézni őt, és emellett meg nagyon jó genetikai adottságai is vannak, nagyon jók az izmai, jók az ízületei, nagyon fogékony, tehát okos kislány, gyorsan megjegyzi a koreográfiákat. Igazából neki szinte olyan típus, akinek mindene megvan ehhez a szakmához, ami azért elég ritka. Mi a kedvenced? Nekem ez a kedvencem, mert ez nagyon szépen csillog. Nekem nem. Neked melyik? Nekem az a jó nagy. Jó nagy? Hát ez is elég. Nekem az a jó nagy. Na melyik? Az a legjobb. Egyébként a Luca külön díjakat szereti a legjobban, azt vettük észre. Bár Luca még csak 7 éves, mégis már komoly versenykarrier van a háta mögött. Az első megmérettetéseit 4 évesen teljesítette, akkoriban pedig még olyan fiatalnak számított, hogy az edzőjének bizony trükköznie kellett a nevezés során. Letagadtuk a korát, mert annyira pici volt, és még egyébként nem volt engedett abban azon a versenyen, de azért van, ahol már olyan 4 éves kortól lehet őket vinni, és például ő is ment, tehát már 5 évesen nemzetközi bajnoki címet kapott Luca. A mostani eredménye már a sokadik a sorban Lucának, pedig annak idején nem volt egyértelmű, hogy a mostanra a látványtáncban és a ritmikus sportgimnasztikában is szép eredményeket elérő lány éppen ezeket a sportágakat választja majd. A kezdeti időszakban ugye bizonytalanodtam, hogy tényleg jó helyen vagyunk-e, mert szerintem a Luci az első hónapokban a csoport közelében nem ment, csak az ajtóban ült. Minden óra végén megkérdeztem, hogy nekünk tényleg jönni kell-e ide legközelebb, és ő abszolút, tehát nem is értette, hogy miért kérdezem, hogy mi valóban a jó helyen vagyunk-e. Mi utána szerintem a következő fél évben azért jártunk, mert a Vivi néni, csak és kizárólag a Vivi néni, akkor mi még mindig nem közelítettünk a tánchoz sem. A Vivi néni haja, a Vivi néni körme, és maga a Vivi néni volt az egész a lényege. Ezt kérlek szépen, ez a nemzetközi versenyen volt Debrecenben. Na és melyik szám? Csoportos? Oscar, tehát filmeket kellett, vagy valami ilyesmi témája volt, ugye? Kérlek szépen, ez a Titanic koreográfia volt, és elnyertük egyébként. Nekem is van ott egy hatalmas, szerintem ez már legjobb táncosai, egy hatalmas trófea, mert a mi koreográfiánk lett a legjobb. Az Európa-bajnokságig vezető út kifejezetten hosszúnak számít, és több nehéz válogató versenyen is kiválóan kellett szerepelnie Lucának, míg végül a negyedik helyezésig jutott. Van egy területi előválogató, amit mondjuk az ország 4 területére kihelyeznek ugye egy versenyt, akkor mi ugye elmegyünk a legközelebbi helyszínen, mondjuk Budapestre, akkor itt a gyerekek előadják ugye az adott műfajban és korcsoportban a koreográfiát, mondjuk ha a Luca 7 éves, akkor ő mini kategóriában versenyzik, és akkor, hogyha megvan a megfelelő pontja, akkor tovább jut az országos versenyre, amit mindig ugye a fővárosban rendeznek. Itt már ugye azok a gyerekek vannak, akik ugye a területi előválogatón, tehát így az egész országból igazából ugye tovább jutottak, és itt is, hogyha megfelelő pontszámot elérnek, akkor mehetnek ki az Európa-bajnokságra, amit ugye minden évben máshol rendeznek.
Ahhoz, hogy Luca a sportban és az iskolában is kiválóan tudjon teljesíteni, gyakorlatilag mindenki összefog körülötte. A szülei és az edzője mellett természetesen a barátai és az iskolai tanítói is maximálisan támogatják. Két fantasztikus tanárnénivel vagyunk együtt az első osztályban, és mindenben kompromisszumot tudunk kötni, minden edzésre el tudom vinni, ami nagyon fontos, mert egy-egy versenyidőszakban nem hagyhatunk ki egyetlen próbát sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések vagyunk ilyen téren, hogy ilyen háttér van mögöttünk. Bár még csak néhány napja értek haza az Európa-bajnokságról, Luca és az edzője Vivian mégis már a következő versenyre készülnek, hogy ott is legalább ugyanilyen eredményesen szerepeljenek. Azonnal jönnek az új ötletek, hogy mi legyen az új koreográfia, mi legyen az új ruha, mi legyen a következő verseny, amire elmenjünk. Tehát igazából nekünk ez, és a szülőknek is mindegy pozitív és egy ilyen jó adrenalin löket.